네. Hello mindenki! Itt lennénk a következő Untitled Goose részben. Itt hagytuk abba legutóbb. Itt vagyunk a szomszédoknál. És hát akkor nézzük is, hogy mi a tennivalónk. Szóval, először is el kell törnünk egy díszes vázát, majd elérni, hogy a hölgy felöltöztesse a mellszobrot, a férfi kiköpi a teáját, viselnünk kell szalagot, el kell érnünk, hogy a férfi mezítláb legyen, és mutást kell csinálnunk, melltartó, egy pár zokni, papucs, illetve szappannal. Én azt mondom, hogy kezdjünk a mosással, mert egy kicsit az nehézkes, én úgy gondolom, de meg lehet könnyen csinálni. És ezeket itt lenyúlom. Aha, jó. Ne! Ne, 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 ne! Nem hagyhatom, hogy kizárjon. De már csak az az egy zokni kell. Illetve a szappan. Kicseleztem? Nagyon jó! Ohohoho! Erről van szó. Már csak a szappan kell. Ügyni. Akkor most zárjon ki, majd visszamegyek mindjárt. Akkor az a szappan kell, illetve a papucs. Szóval, na eddig. Nagyon nézi őket, hogy most elvittem tőle, de hát. Hadd nézze, csak akkor menjen arrébb, mert zavarja a tennivalóimat, szóval tennivalóimat. Igen. Na, tessék menni, mert. Na. Szenyúlom addig. Viszont eddig nem lesz jó. Akkor ha. Nem, ez így nagyon nem lesz jó. Ezt nem így akartam. Megnehezíti a dolgom, az tény. Az mégis hova tette? Na várjál már, hát akkor ezt így gyorsan gongassuk csak meg. Barátunk kiköpi a teáját. Úgy né. Nehogy már te itt jól érezd magad. Hát akkor gyógykerülök egyet. Itt az idő, most jó lesz a szappant elvinni. Most jó kiterveltem. De ha már itt vagyok, akkor elviszem az időt. Úgy. Ezt a libaszobrot így gyorsan elcsinálom. Mert ugye... Ne bagolj, ne... Akadjak már bele, léci. Így né. Szappan bele, nagyon jó. Jó, és akkor a papucsod kéne még.
Gyors, hogy felveszem a pószt, ami a... észre is vette, hogy nem jó. Ugye, ami a szobornak volt. De majd hátha most. Így van, nagyon jó. Ez is megvan. Oké. Okay. Akkor... azt hiszem szobor van még hátra. Ja, meg a váza, igen. A szobor, úgymond a mellszobor, meg a váza, igen. Szóval ez a kettő van még. A pipát azt már le is nyúltam. Amilyen gyorsan csak tudtam. Észre is vette. És ugye rajtam van a szalag, szóval... ki kell játszanom, mert... ez így nem igazán lesz jó. Várjál, hát akkor én ezeket ide le is pakolom így. Na jó. Figyelj, nekem mindenféleképpen jó jövök ki, mert mind a három tárgy itt van. Már csak el kell szaladnom velük. Ha. Ez mégsem jött. Nem jött be. Mivel most meg tudja, hogy ott van másik kettő. Na jó, hát ez érdekes lesz. Hát akkor addig meglógok, hát nehogy már azért. Csak hát ezt tudom, akkor a butaságot nem csináltam volna. Feleslegesen. Na jó, hát a sakka megvan. Még kettő hiányzik. Nem, még várj egy kicsit. Őt visszahoztam, szóval ő már nem kedve. Látom, mindent nem tudok csak úgy elvenni tőled. De megpróbálom. Ahhoz nehogy már kifogjál rajtam. Hát, ha most majd a csészéje nyúl. Nem. Nem, még nem nagyon akar a csészéhez nyúlni, se az újsághoz. Most viszont igen. Na ez... vártam, hogy megtörténjen, csak hát elsőre nem sikerült. Ha. Ez a probléma, hogyha... Chase-t hiszem, mert fixen észreveszi, ugye, ha elviszem a tárgyait, szóval... maradt még mindig a szemüveg. Állj meg, még ne! Állj meg! Hallod? De mondom, állj meg! Oké. Zárható. Úgyis még megyek vissza, hogy mi van. Már csak a szemüveget kell lenyúlnom. Inkább megvárom, hogy még egyszer ide pillancson, és majd utána viszem el. Nem bízom a véletlenre. Nem akarnák be, persze.
Ne. Ne? Ne? Ennyi? Ne? Azta, ez a bug, ez tetszett. Dobd át, hajítsd át. Most, gyerünk. Úgy is van, gratulálok. Összetörted, nagyon okos vagy. Oké, akkor ez is megvan. Illetve ez a bug, ez... Hú, elég szépen átment a kerítésen. Csoda, hogy elbírtam kapni. Na jó, van. Most megy reklamálni. Mégis hogy gondolja, hogy a vázáját összetöri? Hát igen, igen. Ezt a neki. De megdumálták, szóval nincs akkora baj. Maximum nem fog annyira örülni neki. Fél pillanatban, hogy ilyen gonosz dolgot tett. De hát na. Oké, akkor már csak a rója van, ugye? Aztán most mindjárt fogja magát. Aha, az most jön ide. Aztán neki igen, ezen van ugye, hogy libáknak tilos, ezen a rózsás képen. Úgy is van. Tehát hiába. Itt vagyok, szóval hiába teszed ki azt, hogy nekem tilos ide jönni, attól függetlenül itt leszek. Mehetsz vissza olvasni. Jöjj te meg addig, helyre pofozod a vázádat. Ha? Végül is. Nem rossz megoldás, ez igaz. Kicsit megrongáljuk. Ha ki is zár is, de legalább. Most majd megcsinálja a rózsát is. És akkor mehetünk következő úti célunkba. Hát így van, megcsináltad. Én csak helyeselni tudok, hogy ilyen okos vagy. Na de viszont itt aztán mit tudok tovább menni, csak ugye még ezt nem vette le, mert neki pedig itt van a... az a tiltó táblaszerűség, ugye a libáknak tilos szintén, neki itt van. Hogy ilyen is azt levenni. Mertünk tovább. Utolsó előtti helyünkre. Csak... úgy, na, hagyj menjek. Attól függetlenül nézz oda, hol gondolsz. Igen, és ha ebbe a házba megyek, itt úgymond garázdálkodok egy kicsit, és borítok fel mindent, és is tessékelnek, szóval. Itt erre kell menni, ha jól emlékszem, és akkor itt van az utók előtti cél, ami a, hát én bárnak hívom, vagy ilyen, egy kis ilyen fogadó vendéglőszerűség, bár hát a vár szerintem jobban maradhat rá, de akkor majd innen fogjuk folytatni. Szóval köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Találkozunk legközelebb. Addig is sziasztok! A videó végén ébredtem rá, hogy az egyik feladatot kihagytam, mégpedig azt, hogy a... nem vettük le a két papucsot a csávónak a lábáról, szóval az nem lett megcsinálva, de hát jól van, az anélkül fogjuk folytatni ott, ahol abba hagytuk, szóval ennyi.